Immáron negyedik alkalommal szervezik meg a jótékonysági online aukciót Tolnán. Számos ajándékutalvány, festmény és különböző eszköz vagy éppen díszek is érkeztek a helyi családsegítő központba. Negyedik éve szervezzük a jótékonysági elverésünket, így az idei évben is a családsegítő központ több helyi szervezet összefogásával jótékonysági elverést szervez. Az akcióhoz egyébként a Tolnai Háló Közalapítvány, a Civil Vox Tolnai Egyesülete, a Kulturális Központ, a Helyi Református Nőszövetség, a Caritas Tolnai csoportja, a Vörös Kereszt, illetve a KÉSZ csatlakozott. Azt mondhatjuk, hogy egyre nagyobb sikere van, talán azt érezzük, hogy várják is az emberek. Tavaly közel 2 millió forintot gyűjtöttek össze, amelyből 170 család karácsonyát tudták szebbé tenni, és ezúttal is hasonló célokat tűztek ki a szervezők. A tavalyi évben 1 millió 800 ezer forint bevétel keletkezett az elverésből. Nagyon reméljük, hogy ez az idei évben is meg fogja közelíteni. A bevételt minden évben a Tetszebbé a karácsonyt rendezvény keretében hátrányos helyzetű családok és gyerekek karácsonyi csomagjára fordítjuk. Eddig nagyjából 500 tételt ajánlottak már fel vállalkozók és magánszemélyek egyaránt, köztük az Országos Mentőszolgálat szóvivője Györfi Pál is csatlakozott az árveréshez, aki egy dedikált plüss mentőautót juttatott el Tolnára. Az árverés úgy működik, hogy a Családsegítő Központ Facebook oldalára kerül minden felajánlott licitágy feltöltésre egy kis börtös bemutatóval. Ezt követően az árverés nyitó napjától egy hétig lehet rájuk licitálni. Minden felajánlott tárgy értékének a feléről indul a licit, és aztán az egy hét lezártát követően történik az egész árverés zárása. Az árverésre felajánlásokat így a héten, szeptember végéig várjuk. Ezt követően elkezdődnek a háttérmunkálatok. A tavalyi évben 450 körüli felajánlás volt, úgy számoltuk, hogy az idei évben elérjük az 500-at. Magánszemélyektől, vállalkozásoktól, művészektől is érkeznek felajánlások, szolgáltatások, tárgyi dolgok, belépőjegyek, mert nagyon széles a paletta. Az idei jótékonysági licit célja tehát legalább 170 család megsegítése.